Köszönöm a heti tévé híradóját látják. Itthonról. Budapest és Pest megye mellett elsősorban a nyugati megyékben, györmoson Sopron és Vas megyében jelentős mértékű a fertőzöttség, közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, a magyarországi települések 88%-ában azonosítottak koronavírusos fertőzést. Nem azonosított fertőző beteget a többi településen is találnánk, és előbb-utóbb találni is fogunk. Gyakorlatilag bármelyikünk lehet fertőzött vagy fertőző személy. Az országos tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy Magyarországon a 45. héten 100 lakosra 1174 fertőzött jutott, számuk a 46. héten 1509-re nőtt. A magyar kormány a 2020. júliusi Európai Uniós csúcson megelőlegezett álláspontjának megfelelően megvétózta a költségvetési jogalkotási csomagot, élve az uniós szerződésekben garantált vétójogával. Áll Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatában. A jelenlegi javaslat elfogadása után nem lenne akadálya annak, hogy a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék, és a migrációt ellenző országokat költségvetési eszközökkel megzsarolják, fejtette kiálláspontját. A miniszterelnök közölte azt is, hogy Magyarország a vita során a lojális együttműködés, a kiszámíthatóság és a transzparencia elveit követve járt el, mindvégig kompromisszumkészséget mutatott. Annak ellenére, hogy a gazdasági válság közös hitelfelvétellel történő kezelését sosem tartotta megfelelőnek. Orbán Viktor aláhúzta, Magyarország elkötelezett híve a jogállamiságnak. Objektív kritériumok hiányában és a jogorvoslat lehetősége nélkül erre tagállamot büntető eljárást alapozni nem lehet, fejtette ki. Véleményünk szerint Európa egységét alásó súlyos hiba lenne a pénzügyi-gazdasági kérdések politikai vitákkal való összekapcsolása közölte álláspontját a miniszterelnök. A kormány szerint a kampányfinanszírozással kapcsolatos visszaélések visszaszorításai érdekében fontos módosítás, hogy a jövőben az eddigi 27 helyett 51-éni jelöltre lenne szükség országos lista állításához az országgyűlési választáson. Mondta az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára az országgyűlésben a választási tárgyú törvények módosítását tartalmazó javaslat vitáját megnyitó expozéjában. Völner Páki fejtette, tekintve, hogy egy egyéni jelölt állításához 500 érvényes ajánlást kell összegyűjteni, a módosítás után ezentúl 25 ezer érvényes ajánlás lenne szükség a listaállításhoz, ami a valós társadalmi támogatottságú pártoknak nem jelenthet akadályt. Ugyanakkor kiszűri azokat a formációkat, amelyek indulásának csupán az a célja, hogy a választási szabályokkal visszaélve a választási támogatások megszerzése érdekében indítsanak jelölteket, mondta. Az államtitkár hozzátette, a társadalmi támogatottsággal nem rendelkező törpepártokkal kapcsolatban az állami számvevőszék is megállapította, hogy egyes jelölő szervezetek listaállítás utájáró állami támogatása nem kizárólag kampány időszak alatt a kiadások finanszírozására irányul. A Demokratikus Koalíció azt ígéri, hogy egy esetleges kormányváltás után a szakmai kamarák és érdekképviseleti szervezetek bevonásával változtatja meg az egészségügyi törvényt. A DK szakpolitikusa azokra a sajtóinformációkra hivatkozott, amelyek szerint a kormány a közelmúltban módosított egészségügyi törvény több elemének bevezetését is 2023-ra akarja halasztani. Komáromi Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet hónapokon keresztül nem csinált semmit, sem az egészségügyet, sem a lakosságot nem készítette fel a koronavírus járvány második hullámára, és még abban a kevés dologban is hibázik és visszakozik és kapkod, amit egyáltalán csinált. A kormányablakoknál a tömeges ügyintézéseket próbálják elkerülni az időpontfoglalásra kötelező szombaton bejelentett jogszabályjal, mondta Szatmári Margitai Gergely ügyvéd. Hozzátette, a november 4-e után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Mint mondta, személyes ügyintézésre csak két kivételes esetben van lehetőség. E személyi igazolvány aktiválásakor, illetve ha az ügyfél érvényes okmány birtokában igényelte az újat, mivel ilyenkor a törvény szerint köteles leadni a régit. A már korábban igényelt okmányokat nem lehet átvenni személyesen, ehelyett postai úton küldik ki azokat, fűzte hozzá. Külföld. Kihirdette Klaus Johannes román államfő azt a törvényt, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítja június 4-ét Romániában, közölte a román elnöki hivatal. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amelyekhez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak. A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. Az elnök előbb alkotmányossági óvást emelt a jogszabály ellen, majd miután az alkotmánybíróság kifogásait elutasította, visszaküldte a jogszabályt megfontolásra a parlamentnek. Miután a törvényhozás másodszor is változatlan formában erősítette meg a Trianon törvényt, az államfő már nem tagadhatta meg hatályba léptetését. A cseh külügyminiszter bízik abban, hogy az Európai Uniós költségvetési keretet és a helyreállítási alapot érintő vita nem hátráltatja majd az európai pénzek kifizetését az egyes tagállamoknak. A cseh diplomácia vezetője erről a prágai európai csúcs találkozó elnevezésű internetes videokonferencián beszélt. A jogállamiság elvét az Európai Unió egyik alapértékének nevezte. Az európai pénzek kifizetését Magyarország és Lengyelország hétfőn vétózta meg. Budapest és Varsó lépésének indokaként közölte, nem értenek egyet azzal, hogy az európai pénzek kifizetését a jogállamiság elveinek betartásához kössék. A helyzet azt mutatja, hogy nem mindig érthetünk egyet Visegrádi partnereinkkel. Csehország számára a német elnökség által elért kompromisszum teljes mértékben elfogadható, jelentette ki a cseh külügyminiszter. <kül> Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter Tbilisi látogatásán megerősítette, hogy Washington támogatja Georgia szuverenitását Oroszország terjeszkedési törekvéseivel szemben, valamint a kaukázusi ország állami intézményeit is, amelyeknek stabilitását megrengette az október végi parlamenti választások után kirobbant belpolitikai válság. Pompeo találkozott Salome Zurabisvili elnökkel, Georgi Gaharia miniszterelnökkel és David Zalkaliani külügyminiszterrel. Rell. Egy meg nem nevezett, rangú amerikai tisztségviselő a Pompejót kísérő újságíróknak kifejtette, Georgia szuverenitásának támogatását azt tette eddig is fontossá, hogy Oroszország megszállva tartja az ország területének 20%-át. Ezzel az oroszok lakta Szakadár, Abháziára és Dél-Oszétiára utalt. Moszkva a 2008-as georgiai vereséggel végződő orosz-georgiai háború után elismerte a két terület függetlenségét. Legalább tíz ember veszítette életét a Szíriában zajló izraeli csapásokban, jelentette a brit székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpont. A megfigyelő megfigyelőközpont jelentése szerint az izraeli repülőgépek lebombázták a szíriai hadsereg egyik légvédelmi központját, az iráni kútszerők regionális központját, valamint az iránbarát erők által használt raktárakat és fegyvertárolókat. A célpontok Damaszkuszban és a fővárostól délre voltak, ideértve Said Adaznay Nabot és Kiszhvávot is. Összesen tíz halálos áldozatról érkezett jelentés, mindegyikük harcos volt, közölte a megfigyelőközpont. Az áldozatok között a szíriai légvédelmi állomány három tagja, valamint öt iráni és két iránbarát harcos volt, akiknek személyazonosságát még nem erősítették meg. Valószínűleg libanoni vagy iraki állampolgárok voltak. <coughs> a Sana Szír állami hírügynökség három katona haláláról és további négy sérültről számolt be. A megfigyelő központ szerint a halottak száma várhatóan emelkedni fog, figyelembe véve a súlyos sérültek magas számát. Tüntetők csaptak össze a rendőrséggel a túlnyomó részt ultraortodox Bneibrákban, amikor a tisztek bezártak egy zsinagógát, amely a koronavírus rendeletekkel ellentétesen működött. A rendőrség közleménye szerint a tisztek felfedezték, hogy egy zárt teremben több tucatnyian imádkoznak, zsúfolásig megtelítve a helységet, pedig az érvényben lévő rendeletek a számukat legfeljebb tízre korlátozzák. Ekkor tüntetők gyűltek össze a területen, kövekkel dobálva a rendőrség járműveit. Letartóztatásról nem érkezett jelentés, de a helység üzemeltetésért felelős személyt 5000 sékerre büntették. A második országos zárból való kilépés eredeti tervének értelmében az imaházaknak november 15-éig zárva kellett volna maradniuk. Ehelyett azonban a miniszterek megszavazták, hogy november 1-én újra nyithassanak, de beltérben legfeljebb 10, a szabadban pedig 20 fővel. Gazdaság. Mintegy 1600 amerikai cég van Magyarországon, amelyek 100 ezer magyar embernek adnak munkát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megosztotta az amerikai magyar üzleti tanács online üléséről készült videót, amelyben elmondta, új világgazdasági korszak köszöntött be, és ebben csak azok a cégek lehetnek sikeresek, amelyek képesek alkalmazkodni az új kihívásokhoz. A miniszter szerint a koronavírus járvány második hullámában hozott kormányzati intézkedések mögött két fő elf húzódik meg. Az emberek egészségének és életének védelme, valamint a gazdaság működő képességének fenntartása. Szijjártó Péter felsorolta a járvány megfékezésére nemrégiben bevezetett intézkedéseket, köztük megemlítve a kiárási és gyülekezési tilalmat, az üzletek, illetve az éttermek nyitvatartásának korlátozását, valamint azt is, hogy a szállodákban turistákat nem fogadhatnak. Kiemelte, hogy az üzleti célú utazás ugyanakkor engedélyezett, így a cégek alkalmazottai továbbra is érkezhetnek Magyarországra, és ebben az esetben nincs kötelező karantén sem. Végül az időjárásról. Ma az ország jelentős részén napsütésre számíthatunk élénk déli széllel. A délnyugati, valamint a keleti ország részben helyenként előfordulhat tartósabb köd vagy ködfelhőzet. Éjszaka-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és kezdetben északnyugaton, majd éjjel már keleten is előfordulhat kisebb eső, zápor. A keleti ország rész kivételével megerősödik az északnyugati szél, nyugaton viharossá is pokozódik. Hideg front érkezik, a hőmérséklet jellemző átlag a reggel 0,5, Délután pedig 9-13 fok körül alakul. Híreinkről bővebben a heti tv.com, illetve a brauerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk! Viszontletesre! A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center.